esküvőre készül Weiss Fanni, sőt már közös otthonukat is elkezdte építeni vőlegényével, Hajmásik Péter Pállal. Az ifjú szerelmesek a munkában mesélnek először életükről és terveikről, vagy itt van velünk Halász Éva, Fanni jeltolmácsa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Kérlek szépen, kérdezd meg, hogy neked tényleg ez a neve. Hogy ezt viccből adták neked a szüleid, ezt a nevet, vagy... Nem tudom, hogy miből adták, de én nagyon büszkén viselem. És jó, nyilvánvalóan ne arra, hogy... Háromra mindenki, Hajmási Péter. De ez megy mindenhol. Persze, tehát, mindenhol egyből megkérdezik, hogy ismered ezt a számot? Ezt a számot? Ezt a számot? Én ezt a számot. Mondom, párszor már hallottam. Én szoktam is énekelni neked, igen, tudod? Ez egy nagyon szép... Tényleg? Otthon. Így. Azt mondja, hogy Hajmás Péter Pál, nem Hajmási, de... Mindegy, nem érdekes, itt már ezek az apróságok. Tényleg esküvőre készültök, drágám? Igen. De nem a közeljövőben. Most még sok minden mással foglalkozom, elfoglaltok vagyunk mind a ketten. Majd jövőre valami elképzelésünk lesz azért. Megbeszéljük. Hogyan bírtátok ezt a... pár darab cikket, ami megjelent rólatok, így a magánéletetekkel kapcsolatban? Nem nagyon foglalkoztunk ezzel. Rengeteg program van, rengeteg dolog, mással kell foglalkozni, ilyeneket mi nem szeretnénk fölvenni, és nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, nem megyünk bele ebbe a sárdobálásba. De személy szerint téged is támadtak. Isten ezzel mindig azt mondom, engem támadjanak, engem nem érdekel, nekem a legfontosabb, hogy a szerelmem boldog legyen. Miről volt szó? Nem olvastam. Isten ezából nem is baj, nem olvastam. Ne is foglalkozunk vele, eddig se vettük fel ezeket, most se szeretnénk a továbbiakban, úgyhogy lényegében legfontosabb, hogy boldog. Én is boldog vagyok mellette, szerelmesek vagyunk, és valójában nekem ez a legfontosabb, hogy őt ne bántsa senki, én meg állok mindenkinek. Egyébként te mivel foglalkozol? Sportolok, kosárlabdázom, sajnos most sérült vagyok, keresztszalagszakadást szenvedtem, de most rehabilitálok. Úgyhogy remélem vissza fog tudni térni augusztusban. Első randi, milyen volt? Hol volt, milyen volt? Köszönöm. Jó esik. Nagyon izgultam, amikor először találkoztunk. Hajnalban találkoztunk. De előtte, mielőtt még találkoztunk volna, így szerelmesen megtanulta, tehát beszélgettünk sokat, és nekem nagyon fontos volt, hogy ő meg akar tanulni jelelni. És látom is rajta, és sokat tud, és így sokkal-sokkal könnyebb a kommunikációnk. De várjál, hajnalban mit keres egy fiatal lány hajnalban valahol? Hát mit keres egy fiatal lány hajnalban? Hát adnék én neki, ha az apja lennék. Hát mit keres? Hát egy 20-valahány éves lány. Akkor is. Hát én már 24 éves vagyok. Nem vagyok már kislány. Ennyi. Laci. Jó. Na de hol volt ez hajnalban? Hol volt ez a találka? Egy pláza parkolójában volt. Pláza parkolójában? Igen. Mondom, igen. Annék én neked várjál. Pláza parkolójában. Pont meccs után érkeztem, hajnali 1-2-kor találkoztunk, és akkor mit csinálsz? Első találkozás, nézzék ki, jól megértesd magad a Fannival. Igen. És közben vezessél is. Szóval artikulálj sötétbe, szépen, szia, mert még nem tudsz jelenni. Szia, vicces, én vagyok, tudod, aki kosárlabdázok. De hát amikor megláttam még élőben, akkor meg már tudtam, hogy ebből szerelem lesz. Hát egy olyan sugárzó egy csajszi, hogy köszönöm szépen. Milyen, én is mondtam egy bókot. Én bedobó vagyok. Bedobó vagyok. Igen, sajnos nem vagyok olyan magas. Igen, hát mindegy, rá kell dobni, be kell dobni, kosár legyen, ez a lényeg. Aha. Úgyhogy nem irányító, nem center, bedobó, de te tudod, mert a fiad. Mert a fiam kosarazik, azért igen, kérdezem, igen, tehát hogy igen, különben nem tudom. Bedobó. Bedobó poszton. Egyes, kettes inkább. Igen. Együtt éltek? Igen. Igen, együtt élünk. Már? Most már? Igen, most éppen lakásfelújításban vagyunk. Úgyhogy nagyon jó, mert ő fúr, én meg seprek. Valójában, igen, hát én elég béna vagyok ilyen téren, hogy ezt szereld, azt szereld, úgyhogy én mondtam a Fannak, hogy ő meg olyan kreatív, ügyes, mindent csinál. És fúrfarag? Fúrfarag, de tényleg, szóval ezzel a nagy ízével... Simán. Megmutatom a fúra, képeket a kell. Igen, megvan a videó is, majd megmutatom. Az, ahogy mutattam, már az is olyan eset lesz, hogy valahogy így kellett, igen. És ki volt a lakberendező? Ki az, aki a terveket...
mindent a Fanni. Mindent. Szóval te beleülsz a kézbe tulajdonképpen? Tehát, hogy ez a típus vagy? Nem beleülök a kézbe, de tudom, hogy én nem nagyon tudom, hogy most hogy legyen, meg mit legyen. Neki nagyon jó ízlése van, vizuálisan mindent egyből átlát, múltkor is IKEA-s bútort szereljük össze, és akkor mondja, hogy az nem úgy van, én meg férfiasan mondom, hidd el, hogy ez így van. Összetettem, hagyta végig nekem, hogy teljesen máshogy tegyem össze, és utána mondta, hogy ugye mondtam, jó. Akkor szívem, most nyisd ki a fiókod, ennyi. Nem tudom. Helyesen. Igen. Sajnos nekem volt igaza. Igen. És Fanni drága, hogy vagy? Tehát, hogy téged mennyire viseltek meg az elmúlt időszakok cikkei? Tudod jól, hogy nagyon érzékeny lány vagyok. Tudom. Hirtelen azért remegek, megijedek, hogy mi lesz. De szerencsére a párom mellett nagyon pozitívan gondolkodok és élek, mert mindig mondja, hogy ne foglalkozzak a rossz dolgokkal, megyünk sétálni ide-oda-amoda, hogy felejtsük a dolgokat. Tehát sokat vagyunk együtt, és mindig pozitívan gondolkozunk, és most már lassan megszokom ezt a rossz előítéleteket. De én a pozitívat hallom ám meg, idézőjelbe, a szememmel. Googlizhatok egész délelőtt, hogy ezt az elolvassam, fogalmam nincs, miről beszélgetünk, de nem baj, tehát hogy mik ezek a dolgok, de lehet, hogy így is hagyom, nem érdekes. Hát néha fel kell készülni egy beszélgetésre. Tessék? Semmi. Hogyan? Kérem? Gyerkőc, mert a házassággal nem függ össze feltétlenül. Természetesen tervezgetjük a babát is, de hát az még jóval egy kicsit később. Igen? Tervezzük persze, hát a esküvő utána? Esküvő utána szeretnénk természetesen. Nagyon remélem, hogy nem csak egy gyerek lesz, hanem kettő. Ő mindenféleképpen kettőt szeretne, én pedig, amit ő szeretne, azt csinálom. De jó. Úgyhogy... Jó titeket így. Igen, jó bizony. Nagyon örülök. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy ennyire szereted a Fannit. Mert hogyha nem, hát lehet velem, nem szeretni. Velem gyűlik még a baj. Igen, az ha meg velem is. Mindenki tudja, akar, az nem jó. Így van, úgyhogy... Mert én imádom. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sok boldog pillanatot nektek.